Hát a hosszú életről remélhetőleg Bitó László is tud nekünk mesélni. Jó reggelt kívánok, boldog születésnapot kívánok. Szépen. Ez a 80. Igen. Soknak tűnik? Nem, egyáltalán nem tűnik. Én nem foglalkozom vele, de hát egyre nehezebb meggyőzni magamat, hogy nem 25 éves vagyok. Ugye? Én azt hiszem, hogy mindenki, amikor az identitása kifejlődik, úgy látja magát. Ugye? És hát ugye, tegnap volt egy program, és ott először egy bottal mentem be így nagy nehezen, mert két héttel ezelőtt csak bottal tudtam járni. Azt hittem, hogy ez vicc volt, én még el is mosolyodtam a bocó hallatán. Ez komoly volt? Ez abszolút komoly volt, és akkor annyira, hogy a Komármi Zoli, volt egy ilyen konferencia, sokat ültem, és nem tudtam fölállni, nem tudtam, váncorognom kellett az autóig. Komáromi Zoli másnap reggel bevitt a Varga Péter Pálnak a klinikájára, ott már operációról beszéltek, azt hiszem, hogy aztán a konzolim a Varga Péter Pállal, azt mondják, nem, gyógytorna. Kaptam egy fantasztikus gyógytornást, aki hát hihetetlen, hogy mit hát azért mosolyodtam, mert én láttam, hát virgoncan jött be, tehát a korát tényleg meghazudta van. Az, hogy 80, azt ugye most rendesen eszébe jutottak, mert volt ünnepség, meg volt pozsonyi piknik, ahol hosszú sorát, nyilván ott is felmerült, mert a sajtóban is volt jó néhány írás arról, hogy hány éves Bitó László, az jó, rossz, amikor így emlékeztetik? Abszolút nem rossz, nem. Hát én az írásomnak, a boldogabb élet, jó halálnak is a lényege, el kell fogadni a korosodást, és ott mindenféle érdekes dolog van. Ugye az is nagyon érdekes, hogy az emlékező képességeinket nem elveszítjük, hanem az úgy átalakul, és én élvezem ezt, hogy itt kutatni kell. Nevek ugye, hát ez borzalmas, de... De a régi nevek megvannak, csak nem, a frissek nem. A régiek nem, is eltűnnek? Bármi. Na beszéljünk egy kicsikét a régi időkről. Azt mondtam a híradó végén, hogy egy bányász fiatalt várok ide, igen, de hát igen. Az kényszerbányászás volt, mert hiszen kényszermunka igen, volt. Igen, de nézze, azzal is úgy voltam, hogy a kitelepítést azt élveztem, de hát ezt nem szabad mondani, mert 16 éves fejjel ugye kiszabadultam a családi, az apai a hatalom alól, mondjuk így. Én voltam a kenyérkereső ott a kitelepítésben nagyrészt, és hát ott voltak budai lányok, meg a helybeli lányok, az se volt rossz egy 16 évesnek, hogy azok úgy kicsit vetélkednek. De ez nem a megszépítő távolság? Nem, ez akkor is ennyire kellemesnek tűnt? De nézzen, hát akkor az volt a helyzet, hogy akkor már állandó félelembe éltünk. Ugye? Bejött egy autó az utcába, akkor már mindenki retteget. És ettől megszabadultunk. Ugye? És én a kommunista diktatúrát sohasem tudtam elfogadni, és ezt mindig úgy tekintettem, hogy ideiglenes, és nem tartottam elfogadhatónak. És emberek elfelejtik, hogy ott a háború után volt ez a három bibói év, amikor megvolt a demokrácia élményünk. És akkor és nem felejtették el az emberek, hogy van demokrácia, létezik demokráciát, arról szólt 56. 56-ban a forradalmi tanács élére választották, elindultak Budapestre, és elkapták önöket útközben. Igen, igaz? Hát ez Komlón volt, ez nem volt egy nagyon nagy nem a hát a helyi forradalmi tanács élére. Igen, hát a munkaszolgán leszereltük a tisztjeinket, ugye, és az volt a nagy... De hát igen, a útba Budapest felé elkaptak egy kicsit. Hogy szabadult ki? Jött egy tiszt, és ordibált a fogda udvaráról, gondolom, hogy az ilyen és ilyen századhoz tartozóak lépjenek ki. És akkor én is dörömböltem a barátom, az ajtón kiengedtek, beálltunk a sor végére, de mi második világháborús egyenruhát viseltünk. Ugye? Úgy néztek ránk az a tiszt, és hát tudta, hogy az nem oda tartozunk. Hát azokat az egyenruhákat, mert mit csináljanak vele, a munkaszolgálatosnak jó lesz. A maradék egyenruhákban voltak. Aha. Amerikáig sikerült futni, igen, és ott befutni egy nagyon komoly tudományos karriert. Igen, az szép volt. Kimondottan. Nem bánta meg, hogy visszajött? Nem,
Nem. Hát én elmentem, amikor el kellett mennem. És visszajött, amikor vissza kellett jönni? Hát én eddig úgy mondtam mindig, amikor lehetett, de nagyon jó a kifejezés, mert úgy érzem tényleg, hogy vissza kellett jönni. Én nagyon-nagyon boldogtalan lennék, ha nem jöttem volna vissza. Orvoskutató volt Amerikában, a szemkorosodását vizsgálta, illetve a glaukoma kialakulásának gyógyítása, gyógyszerezése ügyében ért el nagyon komoly eredményeket. Ez ma, amikor íróként működik, ez most számít? Vagy így teljes a kép, és minden összeér mindennel? Ez nagyon sokat számít, mert a kutatásban az ember olyan technikákat nyer el, olyan, hogy hogy kell valamit megoldani. Ugye erről szól a kutatás. Tehát ez nagyon jó. De az is, hogy én azt mondom, nincs nagy különbség, mert én a kutató munkámban ugye megtettem mindent a testi, a fizikai vakság elhárítására, amit megtehettem. Most pedig ugyanúgy küzdöm a lelki vakság ellen. Ugye? Tehát ez egy folyamat. Nem. De az, a lelki vakságot sokkal nagyobb problémának tartom, mint a testi vakságot. Hát először is nem operálható. Igen. Tehát igen, ez egy nagyon komoly igen. probléma vele. Mégis mit lehet tenni? Ugye íróként a köteteiben egy kicsit az orvosi témákkal, egy kicsit a bibliaiakkal, egy kicsit a saját emlékeivel vívódik, de újságíróként, igen, újságokban igen. publikáló publicistaként, meg abszolút a hétköznappal, a mai nappal. Mit lehet tenni? Nem, de hát ez mi? Rengeteget lehetne tenni. Na most ezt nem szabadna talán mondanom, de azt mondom, hogy most már el kell feledkezni az összes létező pártról. Ezek egyszerűen nem tudták befáltani a hozzájuk fűződő reményeket. Civil társadalmat kell építeni. Amíg nincs itt egy erős civil társadalom, egy öntudatos civil társadalom, nem megyünk semmire. Nem lesz demokrácia civil társadalom nélkül. Az ön szalonját emlegették, néha vádolták azzal, hogy beleavatkozik a baloldalon, az ellenzéki oldalon zajló folyamatokba, az ott lévő társaság, az ott összegyűlő emberek. De én csak lehetőséget adok az embereknek. Ezt akartam kérdezni, mennyi a tevőleges része abban, hogy ott összegyűlt egy olyan kör, amelyik láthatóan bizonyos időszakokban ráhatása volt? Ez kifejlődött. Sokan mondták, hogy hát miért nem tartasz előadásokat, vagy legyen tematikus. Na, mindenki egymással beszélget, szóval azért, hogy lehetőséget adjak az embereknek. Hogyha itt azt mondják, hogy ez a miniszterelnök jelölt, vagy az a miniszterelnök jelölt, vagy főpolgármester jelölt, nem. Találkoznak az emberek, beszélgetnek egymással. De én... De ott csak házigazda, vagy házigazda volt, vagy bele is szólt? Abba, hogy mi merre menjen? Nem szólok bele. Én azt mondom, tulajdonképpen nem szólok bele. Az, hogy Bajnai Gordon visszalépett, a személyesen csalódás volt önnek? Hát az egy nagyon nagy csalódás. Az tényleg egy nagyon nagy csalódás volt. Itt el lett szúrva az egész dolog, mert először is én, mikor a haza is haladásba beléptem, akkor nem volt szó pártalapításról. És én még mindig azt mondom, jobb lett volna, nem lett volna párt, de hát egy olyan választási rendszert hoztak rá, hát nem is tudom, hogy lehet ezt mondani, kényszerítettek ránk, amivel nem lehetett normálisan demokratikus választásokat. Ugye hát az, hogy Magyarországon volt egy rendszer, a kétfordulós választás, és az egész politikai mechanizmus arra épült a két fordulóra, ezt eltörölték, ezzel egymás ellen fordították a kis pártokat. Hát ez egy borzalom. És akkor én írtam és mondtam, hogy valamit, de nem lehetett az embereket. Szóval én már több mint egy évvel ezelőtt, most már talán közelebb két évvel mondtam, hogy nem a Fidesz kell legyőzni, hanem az apátiát. Ugye? Amíg ez az apátia van, addig, és erre bazírozott a Fidesz. Ugye? Orbán hányszor mondta, bebetonoztunk mindent, akkor lehet ez a 9 éves és csak 2/3 leváltható jelölések, minden. Szóval tényleg elhitették az embereket, hogy hiába gyerekek, de most nem tehettek semmit. De most azt mondja, hogy a pártokat felejtsük el, de pártok nélkül nem lehet választási győzelmet aratni. A civil szervezetek erre önmagukban kevesek. Nem, hát ez a 4 év, ez elég? Ez elég. Hát környezetünkből is tudtuk, hát van olyan, hogy
pár hónap alatt jött ki elő egy civil szervezkedésekből egy nyertes politikus. Nem ott van a baj. A baj ott van, hogy nincs, elvették az emberektől a reményt. És ez egy nagyon jó technika. De? Íróként ezzel mit lehet kezdeni? Hát írni egy, kell. Egy könyvben lehet reményt adni azoknak, akik azt mondják, hogy reményt vesztettek? Lehet. Valamennyire lehet. Szóval ez nincs úgy, hogy nem várhatunk csodákra. Az már bebizonyosodott csoda. Kemény munka és a civil társadalom építése és az rengeteg pénzbe fog kerülni. De kivel? Ugye azért is támadták az ön baráti társaságát, amelyik ilyen módon beavatkozott a politikai folyamatokba, hogy ők a régi idő emberei. Tehát, hogy ez elmúlt, hogy újak kellenének, lát újakat? Lát fiatalokat, akik ebbe becsatlakoznának? Itt a legnagyobb baj általában Magyarországon, hogy nem tartják a legfontosabb szerepnek, aki vezető helyzetbe kerül akárhol. A legfontosabb dolog az, hogy kineveljenek egy következő generációt. De ezt most látja, ezt a következő generációt? Hát ott vannak, csak pillanatnyilag ez a letargia, hát itt senki nem akar. Ugye, az lenne az öregek dolga, már elnézést a kifejezésért, ja. az idősebb politikusok, közszereplők, közéleti személyiségek, gondolkodók, ahogy mondani szoktuk, dolga, hogy ezeket a fiatalokat aktivizálja, hogy rávegyék őket arra, hogy induljanak neki? Megteremtsék nekik a lehetőséget arra, hogy aktivizálódjanak. Nyissanak utat? Hát én mondom, itt a legnagyobb baj itt az anyagi támogatással van, nem mernek adni az emberek pénzt. És ezt mindenütt tudjuk, a civil szervezetek föntartása nagyon sok pénzbe kerül. Ezért támadja a norvég alapot a kormányzat, hogy egy csomó olyan pénz kerül a civil szervezetekhez, amely szervezeteknek a magyar állam nem adna. Ők tudják, hogy a politikai pártokkal már nem kell foglalkozni, azok tönkretezik magukat. Tehát most rászállnak arra, hogy megakadályozzák a civil társadalomnak a kialakulását. Csalódott a politikai folyamatokban? Nem, hát körülbelül ezt lehetett elvárni. Szóval én mindig lehetett látni. Hát akkor sokat nem várt. Sok mindent nem remélt. Nem, remény nélkül nem lehet élni. Itt minden arról szól, hogy végre, Amerikában van egy jó mondás, tegyük a pénztárcánkat, ahol a szájunk van. De ez mind pénz kérdése. Most ünnepelt a 80. születésnapját a hétvégén, egy 12 órás dedikálással Budapest kellős közepén. Hát igen, és utána másnap egy partival, ahol a barátok gyűltek össze. Sokan voltak itt is és ott is. Szeretik. Igen. Szerintem ez a legjobb születésnapi ajándék, hogy ennyien szeretik. Hát igen, de ez a születésnap az egy alkalom arra, hogy tegyünk valami jót. Ez a kutya, ez szimbolizálja. Ez a születésnapi nagyon kedves kis rendezvény, kutyuska. Egy jótékonysági rendezvény. Igen, azt mondta, hogy ne ajándékot vigyenek önnek, hanem segítsék a vakvezető kutyák ügyét. Hogyan lehetett segíteni őket? Hát pénzzel. De mert, hogy van egy alapítvány, amelyiknek ezt a pénzt eljuttatja. Igen, hát a 75-én születésnapom is annak a javára volt. Ez most a Baráthegyi Kutyaiskola, ami akkor még nem ismertem, de... és ez nagyon fontos. Szóval, én azt hiszem, hogy azt, hogy boldoggá tegyük az embereket, ahhoz az kell, hogy adjunk nekik alkalmat azért, hogy tegyenek valamit. Mert azt teszi az embert boldoggá, ha valamit tehet. Ezt a félelmet, de most már odaig semmire nem akarnak az emberek adni. De úgyhogy jöttem, remélem, hogy összejött egy 1 millió forint, ami 2 milliót jelent, mert mi mindig minden forinthoz hozzáteszünk egy forintot. Nagyon fontos, de minden területen annyi ember van Magyarországon, aki megengedhetni magának, de hogy általában nem akarnak szerepet vállalni, pedig a polgári társadalom az egy szerepvállalást jelent. Fontos dolgokat mondott, köszönöm, hogy eljött hozzánk, boldog születésnapot, a vakvezető kutyáknak jó munkát, köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm.